Morfondírozott a nyári hajnalban csörgő csuli, aki szerencsésen átvírasztotta az éjszakát, és úgy elvesztette a nagy bánatban magát, hogy még azt sem vette észre, mikor szöktették el a cigányokat a bőgővel, és már csak a csiripelő verebeket vette észre. Magában ült a derengő hajnalban, a tornát sarkában, a maga pátriárkai székében. svitatkozott, Hogy mit adok egy velép fejét? Hát... Semmit. Lefejeztetni nem engedem. Nem engedem. is ember. Sőt, meg madár. Szentelő szemtelennek, elég szemtelen, de az Isten szereti. Isten bazara. Nem engedem. Szemtelen ő csiripe, de nem engedem. Soká hallgatott, akkor megszólalt. There is no age. legalább veleben. Jött a teljes lány, aki minden reggel gyalog hozza be mezít lába a tanyáról a tejet. Neszteledő jött a kis kék ruhájában, átment a tornác előtt a konyha felé, s megcsikordult kemény sarka alatt a kavics. Csuli felnézett. Szega! Tessék, tekintetes úr! Jó reggelt kívánok! Borotvákod! Tessék! Csuli rádézött, üres, véres, nagy szemekkel. Aztán a cipőben a nagy lábujját igyekezett megfogni. Szega! Tessék, te is uram! Erigyom, – Balot akarok. – Miért gyűj! a A lány megértette. – Mindjárt, tekintetes uram, csak beadom a tejet a zsuzsinak. – Balot akar? akarok, mondta Csuli s hátra nyúlt a puskájáért, aminek mindig ott kellett állnia megette, ha részek volt. Igen Igenis, igenis! – kiáltotta ilyetten a lány, s elszaladt. Csuli újra legyúlt az asztal alá, s kereste a cipőjét, s abban a nagy lába ujját. – Húzz mondta, de a lány már akkor a konyhaablakon zörgetett. Csuli aztán lejtette a fejét, szundított egy percet. Akkor újra felébredt. Minden bád, prazad, <hazos> prabéja. A gyűjjönbeim borotválkozni akarok. Tiszta akarok lenni. A tanyai lány éppen visszafelé indult, mert neki sietni kell, hogy nem ulaszon időt a kapálásnál. S kobolyan vette az úr parancsát. Má megyek, tekintetes úr. Csörgő hirtelen felkiáltott. Biab! Úgy tűnt fel neki, mintha a nagyobbik fia a kálbus ment volna keresztül a virágos kerten, a sötétben a lágy után. Még a puskáját is látta megvilladni. De nem szólt. Valahogy a szíve mélyén haragudott a fiára. Erre legjobban, mert ebben a fiúban legjobban magára ismert. Ő is így volt az apjából. ő is így szökött előle. Hajnalban már ment a puskával a mezőre, a nádasokba, lesni a hajnali badarakat. Fájt neki, hogy egy fia se lett külön ő nála. nem is szeretett rá gondolni, mi lesz belőlük, mi lesz a nemes csörgő familiából. Nehéz volt a feje. Hát, inkább a veremekkel folytatta a csatát. Csip, 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 csip. mit akarsz ezzel? Mindig csak hogy ne a száj. Csip, 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 csip. Cs. Már olyan nagyok a fiaik, Na, azt alig várom. Én nem vagyom, hogy a pocskos kihányják az ebegőekbe. Ha szárnyra kél, akkor a szalmát kiszedi az erezbe. Mire való az, hogy a csatorna a szalmával? Nem tudom, hogy lefolyni. Fene egyebek meg a szokásodokat. Ott van hátul a szalma tető. Hát de nekik itt kell urizálni. Tch. Parasztnak hátra való. Te csak olyan szentelen parasztok vagytok. Ha. Orcát Ismerjétek meg magatok! Talakodó népség! Óra hosszáig képes volt így eldiskurálni. És közben szundított is egyet, s újra felébredt, és megint folytatta. Hogy visít? – Hogy visít a filmbe?

Mikó, bevegy a sok verét. <laughs> Zsipsi, rá az ajtót. <laughs> Úgy veret itt nyársra vele. De megsüti. Megsüti. Fúj! Oh, Féljetek! Itt nem lesz semmi bajotok! még csak szájra nem kehetek. Na de akkor aztán irgalmatlanul ki a lakásból. Keressetek magatoknak jobb lakást, szentele Kérdé. a bérlő népség. Csérté. Kell nektek a fecskefészek, kell nektek a harkály odulja. Szemtelenek! Minden üvény betolják azt a pészkot pofájuk! Fej! Gyalázatosak! Én fogok kikötözni a házamból! Mi tötök? Magáj csak! Én el vagyok olyan gyáva fecske, mint

Na. No. Jó reggelt, tekintetes uram, mondta a burbé. Na, mi rá, keresztbe álló szemmel csörgő. barhat várunk, tekintetes úr. Igen. Yeah. Köszönöm szépen, ilyen korán reggelt nem lehet. Igen. Yeah. – Köszönöm, nem vagyok szomjas. Nevetett a borbély, aki maga is olyan különös volt, mint aki most jön a kocsmából. És kikészítette a széket a világosra, hogy oda üljön a tekintetes úr. – Igye! – De igazán nem, tekintetes A borbély is olyan nótáson Dúdolósan beszélt. Csak úgy táncolt az ujja, míg kibontotta a nagy fehér borbély lepedőt. Csörgő nyúlt a puskájáért, s felhúzta. Iszol! Köszönöm, tekintezes úr! Puff! Oda lőtt a szék alá. A borbély ráesett a székre. Hát, én szól? I – Igen, tekintetes úr. Na, no, vigye! A borbéi remegve, minden porcikájában ugrálva jött közelebb, s a puska csövét leste, s fogta a tele poharat, s kiitta. Na, no, még egyet! Köszönöm, tekintetes úr! Csuli fogta a puskáját, Puff. Ott volt a golyó a lába előtt. Na, észó? Igen is, az úr. Na, még egyet. igen is, úr. Öt pohárral beletöltött. Na, most gyerünk barotválkozni. Tessé, ide ürni. Azért Csulinak volt annyi esze, hogy tudta, hogy abban a pillanatban, ahogy feláll, úgy eldől, mint a zsák. Ennél fogva azt mondta. Itt én parancsolok. Én nem az én hívattam hogy ő parancsoljon nekem hanem hogy én parancsoljak neki. Ide gyere! Itt fogsz megpreferálni. Leejtette a fejét, s már aludt is. A Borbély látta, hogy nincs más, oda szuszakolta a kendőt a nyakába, Stáncoló fejjel, stáncoló kézzel fogod hozzá a szapadozáshoz. Csuli, ahogy szokott, minden percben felébredt, s folytatta a beszédet, ahol abba hagyta. <Szell> – Hogy volt, te büdös barbély? Hogy máskor várni, Oly, ha barit -e. Csak identem, hogy csak jött a barbély. Csak szóltam. Csak gyert. A fele egy ember. A borbély nevetett. Szélesen. Mennyi rossz foga van? Csupa fekete fog. Csorba, törött. Hé, én is akkor jöttem haza, Kocsmábú, fekintetesül. De Csuli közben aludt, S ahogy felnyitotta a szemét, Megint kérdezte, Hogy te, bűnös barbi, Procedeljen hogy olyan hamar itt voltál. Máskó -e. bármik. S már újra aludt. Be én is akkor jöttem hátra, tekintetes urat. Ma én is akkor jöttem hátra, tekintetes urat. De, de most már kész vagyok már én ma nem beled válok többet. Tegintezesül. és hozzá fogott nyúzni az urat. Ez úgy engedte a fejét jobbra tekerni, mint egy bárány, csak úgy billent a nyakán a feje. és újra felébredt, s azt kérdezi úgy félig nyúzva. Hogy te

mondta, ugyanolyan részegen a borbé. a... Jaj... Minek tetszett belélni azt a bort? Sose lesz belőle ember bábú. De azért befejezte a borotválást. Hanem már lemosni nem tudta a tekintetes urat?

– mondta dadogva, s szélesen megfagyott nevető arccal, s egyik szeme az égbe kancsalított, a másik a cipője órára. Akkor elfeküdt szépen a tekintetes úr lába előtt, fejét rátette annak cipőjére, mintha az édesanyja ülébe feküdt volna, s úgy elaludt hogy csak másnap ébredt fel az iszonyú hascsikarásra. S legelső szavával egy kis pálinkát kért.